Karácsony idom, kopogtat már a karácsony, csengő csendül a faágon, csillámot hív, csillámot szól, a sok gyermek belült kóstol. Fényben fűtik a karácsony, felhők rojtján csillag táncol, angyal kórusdal a harsan, ünnepelnek a magasban. Gyertya lángja messze félig, füstje száll a magas égig, hol a felhők bársony fodra, hópelyet hint a jászolra. Ott született meg a kisded, nem kért mirhát, aranykincset, ugye sejted, mit szeretne? Legyen béke a szívekbe. Fenyőillat. Éjjel-nappal fenyőillat lengi be a szobánkat. Karácsonykor felveszünk szép ünneplő ruhánkat. Díszes fenyő csillog-villog, minden ágán gyertya ég, oly fényesen sziporkázik akár a csillagos ég. Hófehér karácsony, itt az este gyűlén galang, ünnepelni hív a halang. Elékezett szent karácsony, fénytáncol a fenyővágon. Téli erdő fehér álom, díszett csirke ring a fákon. Karcsú fenyő tüskés inge, hókistályon beintve. Minden házba gyűlén galang, ünnepelni hív a harang. Elékezett szent karácsony, fénytáncol a fenyővel. Karácsonyi jó kívánság! Szent karácsony megköszöntött, pompázatos ruhát tartott, oly szagra, mint az ábor, ezer csillag hóla fáradt. Örömkönnyek hóla kegyve, spottyának kis vezetve, fenyőfánk a körben, s egymásnak ezt kívánjuk. Eszép estén minden fénye, adjon erőt az új évnek, minden nap legyen ünnep, s melegess egy kis szívünk át. Imáron 11. alkalommal kerül megrendezésre a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és a Dunaharaszti Vöröskereszt szervezésében most már hagyománynak számító karácsonyi rendezvényünk. A rendezvény életrehozásának az volt a célja, hogy a város nehéz helyzetben élő családjainak és gyermekeinek ünneplési lehetőséget és szerény ajándékokkal tudjunk kedveskedni. Ez a rendezvény nem jöhetett volna létre támogatók és adományozók nélkül. Ezúton is szeretnénk megköszönni az egész éves tevékenységünket és rendezvényünket támogató Dunaharaszti Város önkormányzatának, dr. Szalai László polgármester úrnak, Kis Gergely aljegyző úrnak, az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, Fodor Árpádnénak az egész éves támogatását, a Dunaharaszti Róma Nemzetiségi önkormányzatának, hogy hozzájárultak rendezvényünk megszervezéséhez.
A műsor több részből állt. Elsősorban azok a gyerekek léptek föl, akik most már évek óta a gyermekjólét látókörében vannak. Ezek olyan gyermekek családjaiból kerültek ki, akikkel együtt dolgozunk itt a gyermekület és családsegítő szolgálattal hosszú évek óta. Hát természetesen vannak olyan gyerekek is, akik az idei évben léptek fel először, mert hogy az általános iskolákban tanulnak, tehát a helyi általános iskolákban, illetve a nyári napközis táborból is megismerkedhettünk velük. Rengeteg ajándékkal teli doboz, úgynevezett cipős doboz látható a színpadon, mert hogy a Lakihegy Rádió szervezésében az idei évben helyi általános iskolák csatlakoztak ajándéktárgyak gyűjtéséhez, amit majd itt a műsorunk végén fogunk a kollégákkal szétosztani a gyerekek között. Ezek a csomagok a Magyar Vöröskereszt támogatásával kerültek ide, ezt azok között a családok között fogjuk a műsor végén szétosztani, akik itt ma megjelentek. Hogyan tudják zárni ezt az évet, hogyan telt a gyermekjólét és családsegítő szolgálat számára? Az idei évünk is mozgalmas munkával volt el, ezt elmondhatom családsegítős kolléganővel együtt,
hiszen nagyon sok családdal dolgoztunk az idei évben. Voltak már meglévő családok, akik hosszú évek óta közöttünk vannak, itt élnek a városban, és sok új család is. Műsorunk zárásaként, pedig következzen oda ezt a csendes, sírt, hívő dallal. Zongorán fogja őt kísérni Mihály Albert kollégám.